Amikor teszteltem a 3D szkennert, amit kaptam, elkészítettem a saját mellszobrom kicsiben, ami egyébként egész jól sikerült, de azóta is piszkálja a fantáziám, hogy vajon el tudnám-e készíteni a teljes másom kicsiben, mert elméletileg a szkenner képes rá, nyomtatóm is van hozzá, meshmixert is használtam már nagyjából 2-3 alkalommal, így elméletileg mennie kéne. Na de, ugorjunk neki, aztán majd kiderül. Első lépésként be kell szkennelni magam, mely két okból kifolyólag nem kivitelezhető. Egy, nem tudom magam végig szkennelni, kettő, szőrös vagyok, amit ugye nem nagyon érzik el a szkenner. Így aztán a szkennelést kedves feleségem végezte, de neki jutott a meló könnyebbik része, mert bő fél órán keresztül mozdulatlanul állni kimondottan megterhelő feladat. De ha már én voltam a projekt értelmi szerzője, hát ki kell bírni. Emellett jól látszik, hogy szinte beleőszültem a feladatba. Ami szerencsére nem maradandó, viszont a szkenner nem tud boldogulni a szőrzettel. Legutóbb hintőporral próbálkoztam, ami nem igazán vált be, de azóta olvastam, hogy a kukoricakeményítő jó alternatíva lehet. És valóban. Jobban is tapad, és a szkenner is jól látja. Nem mellesleg könnyebben kifésülhető, majd kimosható. Szóval eláldogáltam még egy ideig, és esküdni mertem volna, hogy úgy álltam, mint a cövek. De visszanézve inkább egy árva kalász voltam a szélben. Szerencsére a szkennelést ez nem befolyásolta túlzottan. Miután megvolt a szkennelés, az app még eldolgozgatott vele egy jó ideig, de legalább addig helyre jöttek az elgémberedett tagjaim. A modellt megnyitva meshmixerben egyből látszik, hogy nem túl rózsás a helyzet. Ha egy 1-től 10-es skálán kéne meghatároznom, hogy mennyire szeretném részletgazdagra, akkor természetesen 10. Na jó, legyen 8,5, ne akarjunk túl sokat. Viszont ehhez kell meshmixerelési jártasság, ami esetemben konvergál a nullához, de még erős jó indulattal is csak nagyjából 0,2 a 10-ből. No, de nem ez az első dolog az életben, aminek tudatlanul ugrok neki, szóval lássuk. Először is a modell nem jó irányban áll a térben. Bekapcsolva az alapsegédsíkot, ez jól látszik. Erre van egy transformáló eszköz, mely segítségével pozícionálhatjuk, akár a relatív, akár a saját koordináta rendszerében. A könnyebb szkennelés érdekében bekapcsolva hagytam a padló szkennelését is, de erre már nincs szükség. Ekkor jön jól a vágósík eszköz, melyet a megfelelő magasságba húzva minden alatta levő részt levág. Persze marad még némi szemét körülötte, de ezt egyszerűen kijelölöm és törlöm az X billentyű megnyomásával. Mivel a szkenner olyan helyeken, ahova nem lát rá rendesen, hajlamos indokolatlan bemérdéseket alkotni, érdemes ezeket kijelölni és eltüntetni. Erre a törlés és kitöltés eszköz jó választás lehet. Mivel a kijelölt részt törli, és a körülötte megmaradó geometriát figyelembe véve visszafoltozza. De persze többféle foltozási lehetőség közül is választhatunk. Vannak azonban olyan helyek, ahol nem tudjuk kijelölni a teljes felesleges részt, így befoltozni sem tudja. Ekkor érdemes törölni egy sávban, majd utána foltozni a megmaradó részt. Ezt követhetik a szobrász eszközök, ebből is a simítás, melyekkel valóban úgy tudunk dolgozni, mintha szobrászkodnánk. Gyúrjuk, nyomjuk, húzzuk, maszatoljuk az anyagot. Hogy ebből mikor, mire és mit érdemes használni, arra szerintem idővel ráér az ember, de az agyagozással ellentétben itt mindig vissza lehet lépni és újrakezdeni. Elég gyalázatosan sikerült beszkennelni a kezem, vagyis az ujjaim, így első ránézésre akár az ing gyűrődése is lehetne, de egyszerűen kiemelhető a maszatból, ha a körvonalait kissé mélyítjük, ezáltal kialakulnak a kis virslik. És itt már el is jött az, hogy engedjük el azt a nagyon részletgazdag dolgot, mert kicsiben kinyomtatva úgysem látszik. Persze azért maszatoltam rá valami körömszerűt, hogy mégiscsak, de azért ezt lehetne sokkal jobban is, bár messziről így már legalább látszik, hogy ez egy kéz. Hasonlóképpen a bemélyeztő csippentő eszköz használatával érdemes minden érintkezési egyenesen végigmenni, mert sokkal jobban kivehetőek a modell részletei, és minimális munkával sokkal részletgazdagabbnak tűnik. Mivel 3D nyomtatva lesz, célszerű minden nagyon mélyre nyúló lyukat és nyúlványt eltüntetni, akárcsak a nem megfelelően beszkennelt részeket is, mint mondjuk az ing összenőtt gyűrődései. Bizonyos helyeken, mint mondjuk a gallérnál, nem lehet csak a felesleget letörölni, újra kell alkotni a részeket. De könnyedén hozzá tudunk adni anyagot, majd ha kellő mértékben lesimítjuk, az éleket megcsippentjük, már is olyan, mintha mindig is itt lett volna. Igaz, hogy a szkenner keményítővel meghintve már látta a szakállam, de kicsit Davy Jonesra emlékeztet rövid csápos korában, viszont ami a nyomtatás szempontjából nem előnyös, az a nyakrész, ami lehet, hogy ilyen a valóságban, de nem maradhat ilyen. Ehhez minden felesleges részt törlök és befoltozom a lyukat. Ami nem is olyan egyszerű feladat, mivel nem nagyon lehet kijelölni az egészet.
Szerencsére van lehetőség kiválasztani két pontot, és közé egy hidat képezni. Így kisebb lyukak jönnek létre, melyek már könnyedén foltozhatóak. Foltozás után a síkok már jó helyen vannak, de tarka lett az egész. Ezek a felületi csoportosítások, mely egyébként hasznos dolog, de most nincs rá szükség. Viszont a Space lenyomásával egy menüt érünk el, melyben többek között ennek láthatósága is kikapcsolható. Ezek után már csak az éleket kell kihúzni és elsimogatni. De így most olyan, mintha tokám lenne, így kicsit rücskössé téve szakálszerűvé alakítom. Na meg persze a maradék esőáztott a vattacukrot, és kicsit megformálom, mintha csak mai nevén a barbershopba lennék. Ez lényegében csak a lyukak eltüntetéséből és a felület hullámosításából áll. Kicsit valamiféle szájszervet is megpróbálok kialakítani, mert sajnos a szkennernek ez sem az erőssége. Az ilyen modellek esetében, ha kiválasztunk egyszerűen elkészíthető részeket, és azokat aránylag részletesre kidolgozzuk, akkor anélkül tűnik részletgazdagnak a modell, hogy valóban minden egyes apró része szépen ki lenne dolgozva. Ilyen rész például a nadrágszív. Körben minden élet hangsúlyosabbá teszek, akárcsak a nadrág és az ink találkozását. A szíjtartó fülek sem maradhatnak fülek, mert csak bonyolítaná a nyomtatást, így inkább törlöm és újra alkotom őket. Az ink alsó része is egy nem megfelelően beszkennelt rész, mely lehet, hogy kinyomtatva nem igazán mutatna jót, így kissé visszaveszek belőle, még olyan helyeken, ahol elvesztek a gyűrődések, újra alkotom őket. És még így is egy kicsit túl nagy a lelógása, de talán majd boldogul vele a nyomtató. Az övcsat is egy teljesen eltűnt részlet, melyet viszonylag egyszerű újraalkotni. Ugyanilyen módon a nadrágon is végigmegyek, kiemelve a varázsokat és kicsit lesimítva. Esetleg olyan helyeken, ahol feltűnően nagy a kitüremkedés, kicsit visszaveszek az anyagból. Azonban itt nem viszem túlzásba a dolgot, csak nagyjából legyen olyan, amilyennek kell lennie, de még így is elmondhatom, hogy ennyit még soha nem simogattam a hátsó felem. A szakállamat leszámítva nem nagyon foglalkoztam még a fejjel. Szerencsére a hajra nincs gondom, a fülek pedig szépen beszkennelődtek, így minimális simogatással már rendben is van. De az a helyzet, hogy borzasztóan szemtelen vagyok. Mert ez már úgy látszik kicsit sok volt a szkennernek. Kellő tudással újra lehetne alkotni a szemeket, de én ehhez nem értek. Így inkább részletgazdagabb módban leszkenneltem újra csak a szemeim és az orrom, és mivel szerencsére méretpontosan dolgozik a szkenner, használhatom a másik arcmodellt a szemtelen modellhez. Ehhez a megfelelő helyre igazítom, majd körbe törölgetem mindkét objektumot, hogy ne legyenek átfedésben. Majd kijelölve mindkettőt, kombinálom az objektumokat. Így már egy objektumhoz tartoznak, csak még vannak benne lyukak. A lyukak kitöltésére használhatjuk az analizáló eszközt. Ez minden hibát feltár nekünk, és ki is javítja a kérésünkre, ha tudja. De megesik, hogy nem jól tudja. Így marad a hidalgatás és foltozgatás. Ha pedig kész, össze kell simogatni a dolgokat, akárcsak a többi rész esetében. És habár ez egy kicsit részletesebb modell, azért távol áll a tökéletestől, vagyis szükség van az élek kiemelésére. Itt-ott anyag hozzáadására és rengeteg simításra. De végül egészen olyanná válik a hozzáadott objektum, mintha mindig is a része lett volna. De nem csak a fejszkennelése lett olyan, mintha a krumpliból faragták volna, a cipőkkel is akadtak gondok. Így ez esetben is újra szkenneltem, és akárcsak az arcot, ezt is egyesítettem a testtel. Annyi eltéréssel, hogy mivel itt két testként maradt meg a két objektum, miután letöröltem a felesleges részeket, tudtam használni az egyesítő eszközt. Sajnos a cipő továbbra sem tökéletes, így rengeteg utómunka volt ezzel is, de abban reménykedve, hogy úgysem látszik majd annyira, kicsit kevesebb energiát fordítottam rá. Ennek ellenére mindkét cipő szerintem elfogadható lett, egy apró hibával, hogy mivel nem a lábamon szkenneltem, hanem csak bele volt dugva egy festékspray, így az orra kicsit felfelé kunkorodik, de én azt mondom, jó van az úgy. Kicsi pozícionálgatás után metsző síkkal lecsaptam egyenesre a talpát, mely igaz, hogy kicsit elvett a cipő talpából, de legalább az orra nem áll fel annyira. Ezek után maradt még némi felesleges anyagdarabka erre-arra, ehhez kijelöltem az egész modellt, majd inverse kijelölésre váltottam, és töröltem a dolgokat. A jobb cipő esetén még kicsit bobócos a történet, így kijelöltem a talprészt, és kihúztam lefelé, melyet újra leegyenesítettem, és kicsit elsikáltam. Ezzel pedig késznek nyilvánítom magam, kicsit elengedve azt a 10x9-et, de majd legközelebb jobb lesz. Meshmixerből is lehetne nyomtatni, de inkább maradok a jól bevált szeletelőnél, így exportálom magam. Több lehetőség közül is választhatunk, de maradok az STL-nél. Persze a modell továbbra is a valós méretű, így egyik nyomtatóban sem fér el, de mondjuk egy 25 cm-es méretben már igen. Természetesen támasszal kell nyomtatnom, és mivel kicsi a talpfelület, így egy kis tapadóhidat is nyomtatok köré.
Kis gondolkodás után már ki is számolta, hogy cirka 3 óra és kész is. Hupszi, bekapcsolva maradt a vázamód, ez így nem igazán lesz jó. Na de se baj, újra szeletelve, plusz 1 óra, és már mehet is a nyomdába. A támasz miatt a végeredmény eléggé eltér a modelltől, nincs más hátra, meg kell hámozni. Sokkal célszerűbb lett volna gyantás nyomtatóval készíteni, ha már a részletekkel szórakoztam, de ez nagyobb és sokkal gyorsabb megoldás volt, így banán színű PLA-ból nyomtattam. A végeredmény nem mondhatom, hogy tökéletes lett, de azért talán rám lehet ismerni. De láthattátok, hogy pár eszköz, minimális hozzáértés és némi idő ráfordításával simán el tudjuk készíteni magunkat kicsiben, és ettől kezdve már csak egy lépés az, hogy ebből bármi más is lehessen, értem ezt úgy, mint mondjuk könyvtámasz, vagy lámpaállvány, vagy telefontartó, vagy gyakorlatilag bármi, amit el tudunk képzelni, csak egy kicsit el kell merülni a mesmikszerelés világában, és bármi lehetséges. Azonban erről majd egy másik alkalommal, most viszont megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Ha még nem tettétek meg, akkor egész nyugodtan iratkozzatok fel, kedveljétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!